Bocsánat, milédi, kinyitom az ajtót. Menjen csak, Gates. Biztosan Dimple professzor az. Mármint Dimple professzor? Az ki? Dimple. A híres állatszakértő. Az újságban olvastam róla. Azért hívtam meg, hogy meséljen nekünk a ritka és kihalt állatfajokról. Na tessék, és mégis mibe kerül ez nekünk? Ne legyen kicsinyes. Elvégre a professzor tudós. Ó! Oh, jóságos ég. Uram, hadd mutassam be Dimple professzort, állattudóst és szakértőt. Örvendek. A múlt csodái. Mutatok önöknek néhány különleges és kihalt állatot. A valamikori dodó madár, a hóval fedett norvég piton, és a már kihalt angol miniatűr tengeri malac. Ó, milyen kedves kis állat volt. Biztos, hogy ezek mind kihaltak? Biztos, milady. Több mint 100 éve senki nem látott élő angol miniatűr tengeri malacot. Figyeljék meg jellegzetes, csavarodott farkát. Na hát, mi történik itt? Oh, már megint a macska. Az a macska? Már is intézkedem, uram. Oda nézzenek, az angol miniatűr tengeri malac élő példánya. Figyeljék meg jellegzetes kunkori farkát. Milyen izgalmas, ráadásul a mi birtokunkon. Nagyon ritka állat, felbecsülhetetlen az értéke. Nagyon szívesen tanulmányoznám. Vigyázzanak rá, kérem, amíg elhozom a városból a fényképezőgépemet. Persze, barátom. Mi mindig támogatjuk a tudományt. Egy óra múlva itt vagyok. Bármit kér enni, adjanak neki. Farkaséhes fajta. És ne engedjék ki a kertbe! Természetes ellenségei a róka, a sas, a borz és még a medve is. De jó ég! Tomász, intézkedj, hogy a ritka állatnak semmiben ne legyen hiánya. Nehogy levedd róla a szemed, különben nagyon megbánod.